A hátam mögött látható faágak, illetve vastagabb fák estek rá a táborra és a kisbuszra. A holló körül érkezett hagyományőrző csoport egyik tagja azt mondja, a sátor, amiben az éjszakát töltötték volna, teljesen megsemmisült azután, hogy egy nagy fatörzs és több kisebb faág zuhant rá. De nem csak a sátor vált használhatatlanná, a kisbuszuk is megsérült. Schumann Tibor hozzátette, a viharra felkészültek ugyan, de ilyen erős szélre, mint amilyen vasárnap fújt, nem számítottak. Felszereléseket elpakoltuk, megpróbáltunk lebiztosítani sátrat, mindent, de ez a nem jósolt és nem várt erősségű szél, ez mindent borított. Ugye elkezdte tördelni a vastag faágakat, és esett rá minden a táborra egymás után, utána már csak menekülni tudtunk valami fedett helyre, ami nem fák között van, hanem esetleg egy épület. Az Icsi-ligetben történt a legnagyobb pusztítás, ezt már a Városgondokság vezetője nyilatkozta. Bozai István elmondta, miután lecsapott a vihar, azonnal riasztotta kollégáit, és a kárelhárítás már éjjel elkezdődött. A parkban a kidőlt fák, a belvárosban pedig az összedőlt sátrak és asztalok, valamint a szétszóródott szemét adott munkát a csapatnak. Itt az Icsi-ligetben történt a legnagyobb kár, legalább 30 fát érintő károkozás történt. Ez már terve volt az Icsi-ligeti fáknak a kivágása, ifjítása, amit tavasszal csináltunk, arra is azért nagyon sok negatív kritikát kaptuk, hogy ugyan miért csináltuk. Jól látszik, hogy azok a fák, amit megifjítottuk, teljesen éppen egészségesen viselték a vihart. Felborult és megsérült díszlet, szétdőlt sátrak, valamint leszakadt faágak fogadták azokat, akik éjszaka részt vettek a kárelhárításban. A Szabad Színház középkori díszletét le kellett bontani, akkora károkat okozott benne az erős szél. A művészeti csoport vezetője azt mondja, mindent vitt a vihar. Miután a romok eltakarítása megtörtént, a program újragondolása adott feladatot Nagy Juditnak. Hiába omlott le a városfal, hiába költözött a csapat kisebb helyre, mégis középkori hangulat fogadta a Városháztérre érkezőket hétfőn. Azt láttuk a játszóhelyünkön, az igéző kirakatában, hogy viszintesen mennek a sátrak előttünk a főutcán, és akkor sejtettük, hogy itt is probléma van. Ahogy elállt, kijöttünk a Városháztérre, és gyakorlatilag romokban hevert a középkori város. Mindent maga alá temetett a díszlet, az összes kellékünket, precízen leforjázott dolgainkat, összetörte a napernyőnket, asztalokat, székeket, mindenféléket. Miután a vasárnapi koncertet a vihar miatt félbeszakították, a nézők biztonságosan elhagyták a belvárost. A programszervező központ vezetője azt mondja, folyamatosan tartották a kapcsolatot a meteorológiai szolgálattal, figyelték a radarképeket, és ez alapján hozták meg a döntést. Ott a színpadon megkértem a nézőket, hogy most még biztonságosan el tudják hagyni a területet, ami meg is történt. Nagy létszámú biztonsági őrzés van nálunk mindig. A biztonsági őrök erre fel vannak készítve egy biztosítási terv alapján, ami alapján megtörtént a kiürítés, és mindenki teljesen nyugodtan és biztonságosan el tudta hagyni a nézőteret. Úgyhogy ezzel a terveink szerint, és pont ezért készülnek a biztonsági tervek, hogy mindenki tudja, hogy ilyen esetben mit kell tennünk. A katasztrófa védelemhez nagyjából 50 riasztás érkezett a vihar miatt, többnyire Székesfehérvár belvárosa környékéről. A tűzoltóknak kidőlt fák és leszakadt ágak adtak munkát. A mentők tájékoztatása szerint a vihar miatt senki sem kért a szolgálattól segítséget vasárnap.